Sziasztok, kedves nézőim! Nagyon sokszor hallani olyat, hogy a világ legveszélyesebb teremtménye az ember, és bizonyos helyzetekben nehéz is vitatkozni ezzel a kijelentéssel. Ha valóban igaz ez a felvetés, akkor mennyire lehet veszélyes egy olyan kétségbe esett ember, akinek egyáltalán nincs semmi vesztenivalója? Biztosan sokan emlékeztek még a vietnámi háborús veteránról, John Rambo-ról szóló filmekre. A Rambo első vér című filmben láthatjuk, ahogyan a Sylvester Stallone által alakított John Rambo egymaga harcol az igazságtalanság és a rendőrség ellen. Mai történetünk ellentétben David Morrell író kitalációjával valós, és semmi sem marad el egy nagy sikerű mozifilmben látottaktól. Mielőtt azonban részletesebben rátérnénk Marvin Heemeyer bosszújának történetére, tekintsük át röviden a konfliktus hátterét. Marvin Colorado államban egy Granby nevű, mindössze 2000 lakos számláló kisvárosban élt. Hegesztőként dolgozott saját műhelyében, ahol autókat, egyéb különféle járműveket és gépeket javított. Műhely munkáiból alapvetően kényelmesen meg tudott élni. A háborús veterán Marvin munkahelye a Mountain Park cementgyár területének közvetlen szomszédságában volt. Az üzemvezetés egy napon úgy döntött, hogy újabb gyártósorral kívánja bővíteni a kapacitást, amihez a szomszédos telkek megvásárlása is szükséges volt. Az üzem hamarosan minden környező telket megvásárolt, illetve helyesebb lenne azt mondani, hogy szinte mindent megvette, mert az egykori katonaműhelyét nem sikerült kisajátítania. Két verzió létezik a történetből, de mind a kettőnek ugyanaz a vége. Az első verzió szerint az üzemvezetése 250 ezer dollárt ajánlott fel Marvinnak az ingatlanért, aki először úgy tűnt, hogy beleegyezik, de aztán indok nélkül megemelte az árat. Először 400 ezer dollárra írta át az árcédulát, majd később 1 millióra emelte az összeget. Egyesek azonban úgy vélik, hogy ezt a sztorit az üzemet birtokló család találta ki és tette fel az internetre, hogy így szorítsa sarokba Marvin Heemeyert. A második verzió szerint Marvin egyáltalán nem szándékozta eladni a telkét. Bármelyik változatot is tekintjük igaznak, az üzemnek mindenáron szüksége volt a férfi területére, és miután kiderült, hogy a veterán nem hajlandó beleegyezni a feltételekbe, a vállalat kihasználva a helyi közigazgatás korrupcióját, elkezdte zaklatni és szép lassan tönkretenni Marvint. Ahogy korábban említettem már, ez egy kisváros volt, ahol mindent a befolyásos Thompson család irányított. Az üzemvezetőségének tulajdonképpen csak meg kellett egyeznie velük, ha valamit el akartak érni a városban. Marvin élete teljesen megváltozott, amikor az üzem és a család megállapodtak. Első intézkedésükként elzárták azt az utat, amely Marvin műhelyéhez vezetett. A lezárásra válaszul Marvin úgy döntött, hogy inkább épít egy új utat magának, amihez rögtön vásárolt is egy lánctalpas buldózert. A városvezetés azonban megtagadta tőle az új útra vonatkozó építési engedélyt. Később a helyi bank hibát talált egy korábban kiadott jelzálog hitelében, és azzal fenyegetőzött, hogy elkobozza a házát. Marvin több alkalommal felkereste az adófelügyeletet, a tűzfelügyeletet, valamint az egészségügyi és járványügyi felügyeletet is, amely kiszabott egy 3000 dolláros bírságot a területen lévő csatornacsövek miatt. A szervezet annak ellenére kiadta a bírságot, hogy Marvin ha akart volna sem tudott volna rácsatlakozni a központi csatornarendszerre, mert az a földarab, amelyen az árkot akarták kiépíteni, szintén az üzemhez tartozott, és erre a részre nem adtak neki építési engedélyt. Emiatt a probléma miatt gyakorlatilag végtelen mennyiségű pénzbírságot kellett fizetnie. Egy idő után elkezdett cédulákat csatolni a számlákhoz, amire azt írta: gyávák vagytok. Akkor mozdult csak ki, amikor apja váratlanul meghalt és el kellett utaznia a temetésre. Amíg távol volt, a hatóságok a műhelynél elzárták az áramot és a vizet is. A férfi az ellene hozott intézkedéseket mind megpróbálta megtámadni a bíróságon, de természetesen hiába próbálkozott. A vietnámi háborús veterán ismét bezárkózott a műhelyébe, de ezúttal azért, hogy bosszút álljon mindenkin, aki megpróbálta elvenni a tulajdonát. 2004. június 4-én Marvin Heemeyer befejezte az alkotását egy hatalmas buldózert 12 mm-es páncélzattal felszerelve. A munkagépet annyira beborította páncélzattal, hogy még egy ablaknak sem hagyott helyet, amin keresztül előre lehetett volna nézni. Az ablakok helyett kamerákat erősített a buldózerre, melyek képeit a fülkében elhelyezett monitoron jelenítette meg. Valójában a jármű egy kerekeken guruló erődítmény volt. A pilóta fülkébe klímaberendezést szerelt, gázállarcokat helyezett el, valamint egy élelmiszer és vízkészlettel feltöltött hűtőt is beépített. A vezető fülkében ezen kívül még három géppuska is helyet kapott, külön kivezetésekkel a páncélból. A kabinba kívülről nem lehetett bejutni, mert Marvin még azelőtt helyet foglalt benne, mielőtt a páncélt a buldózerre szerelte volna, egy teljesen egyedi, speciális manipulátor segítségével. Könnyen kikövetkeztethetjük, hogy a buldózerből ennek megfelelően kiszállni sem lehetett, de Marvinnak nem is állt szándékában elhagyni a járművet. 2004. június 4-én, 14 óra 30 perckor Marvin megkezdte bosszú hadjáratát. Először végigjárta az üzem területét, és szinte mindent lerombolt a területen, az utolsó bódéig.
a gyár után elindult a városba. A városi tanács tagjainak házairól lebontotta a homlokzatot, lerombolta a banképületét, amely a jelzálog hitelével próbált nyomást gyakorolni rá, és a ház elvételével fenyegetőzött. Majd neki ment a helyi gázszolgáltató épületének, amely nem volt hajlandó megtölteni a konyhai gáztartályait, és megpróbálta felrobbantani az ott található propángáztartályokat. Ezután lerombolta a városháza épületét, a városi tanács és a tűzoltóság irodaházait, raktárait, valamint több, a polgármester és a városi rendőrkapitányság tulajdonában lévő lakóépületeket is. Elpusztította a helyi újság szerkesztőségét, amely bántó cikkeket publikált róla, és a nyilvános könyvtárat is célba vette, amely egyszerűen csak nem volt szerencsés helyen a városháza épületében. Röviden összefoglalva, Marvin minden épületet lebontott vagy megrongált, aminek köze volt a helyi hatóságokhoz, nem kímélve a tisztviselők saját házait sem. A rendőrök természetesen megpróbálták megállítani a dühös férfit. Legelőször a helyi serif és helyettesei próbálták revolverekkel és sörétes puskákkal feltartóztatni Marvint. A helyi rendőröknek azonban nem sikerült megállítaniuk a buldózert, ezért riasztották a rendőrség különleges egységét, valamint az erdőrendészetet is. A rendőrség rohamosztagai gránátvetőkkel, a vadőrök pedig puskákkal érkeztek. Az egyik rendőr felmászott a buldózerre, és megpróbált egy gránátot bedobni a kipufogó csőbe, de Marvin előre látta az ilyen jellegű támadásokat, és már az építés során egy rácsot hegesztett a kipufogó végére. Marvin is ugyanazokat a fegyvereket használta, amivel őt próbálták meg feltartóztatni, de csak figyelmeztető lövéseket adott le az ég felé. A puskákkal valójában azt próbálta megakadályozni, hogy a rendőrség megközelítse a buldózert. A revolverek rövéseitől kezdve a gránátokig, a 40 vadőr próbálkozásait is beleértve, a buldózer összesen nagyjából 200 találatot kapott. A polgármester riasztani akarta a Nemzeti Gárdát, hogy indítson légi csapást a gépszörny ellen, de az addigra az operációhoz csatlakozott állami rendőrség emberei lebeszélték a polgármestert erről, mert a légierő csapása szétzúzná a környező házakat is, ami jelentősen növelné a már amúgy is brutális károkat. Reménykedtek benne, hogy a buldózer ellen indított fölnyeső majd megállítja Marvint, de a páncélos szörnynek ez sem volt ellenfél. A rendőrség végül csak annyit tudott tenni, hogy evakuálta a lakosságot és lezárta az utcákat. Amikor már nem volt mit lerombolnia, Marvin úgy döntött, hogy neki megy a Gambles nevű kis és nagy kereskedésnek, ami nem akarta őt kiszolgálni. Ez a bolt lett az utolsó célpontja, mert a rombolás során a buldózert annyira bekerítette a törmelék, hogy elakadt. Marvin Heemeyer háborúja 16-25-kor véget ért. A rendőrök több mint 2 órán keresztül nem tudták megközelíteni a buldózert. Amikor végre elérték, elkezdtek lyukat ütni a páncélban. A borítás felnyitása után kiderült, hogy Marvint nem fogják tudni börtönbe zárni. Mire a rendőrök elérték Marvint, egy pisztoly segítségével ő már egy másik világba költözött, mert soha nem akarta megadni magát. Csak úgy, mint Marvin története, a mi videónk is véget ért. Ha tetszett a videó, írjatok kommenteket és nyomjatok egy lájkot is. Hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!